Előkelő helyet foglal el az egyik magát függetlenek valló kutatóintézet gyűlöletcsoportokat bemutató térképén a Betyársereg. A 2008-ban alakult szervezet a kutatóintézet szerint igen veszélyes ötös besorolást kapott. Náluk csak a cigánygyilkosságokat elkövető halálbrigádot értékelték veszélyesebbre. Ők hetest kaptak. A kutatók szerint a Betyársereg mindössze 60 főt számlál, feltételezett központja pedig Szegeden van. Mi eláruljuk, tévednek. Sokkal többen vannak, és nem Szegeden van a bázis. Betyárok edzenek a sereg főhadiszállásán. Ebből a gyulai edzőteremből indult a mozgalom 8 évvel ezelőtt. Eddig egyetlen magyar forgatócsoport sem jutott be a Betyárok központjába. Eddig. Miért döntöttek most úgy, hogy nagyon sok év hallgatás után a nyilvánosság elé lépnek, úgymond, és beengedték a stábunkat? Ugye eddig erre a helyre magyar újságíró, magyar forgatócsoport nem juthatott be. Hát azért döntöttünk emellett, mert olyan szintű hazugság, özön és rágalom hagyárat indult a Betyársereg ellen, aminek szeretnénk egy olyan ellenpólusát képezni ezzel az interjúval. Van-e pontos szám, mennyien vannak most, hány tagja van a Betyárseregnek? Most mondok egyet, nem biztos, hogy így van, lehet, hogy csak úgy kitalálom, de beszéljünk 300 főről. Országosan. Országosan így van. Ez hány klánt jelent? Ez körülbelül egy ilyen 10-15 klán, de folyamatosak a jelentkezők hozzánk. Nagyon sok olyan ifjú tehetség, illetve nagyon sok olyan magyar önvédelmi közösség van, ami aktív sporttevékenységének ugye köszönhetően kivívta az elismerést az úgynevezett területen, ahol élnek, és ezek rendszeresen keresnek meg engem, és ők is próbálnak csatlakozni minél nagyobb létszámba ez az önvédelmi gondolathoz, amit mi meghirdettünk. Kirityán Zsolt, a Betyársereg alapítója azt mondja, az Európában zajló események miatt egyre nagyobb létjogosultsága van a szervezetüknek. Miért kellett egyáltalán életre hívni a Betyársereget? Hát a Betyársereg az lényegében a magyar önvédelmi gondolatnak egy gyakorlati jelensége. Tehát nem tünete, ezt hangsúlyozom, jelensége. Erre most rendkívül nagyon nagy szükség van, hogy Európában megnézik a korszellemet, szinte, ahogy változnak Európában ugye az aktuál politikai szituációk, helyzetek, így törvényszerű az, hogy az átlag ember igenis elkezd gondolkodni abba, hogy közösségbe tömörülve igenis teszek azért, hogy megvédjem magam és megvédjem az életterem. Nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy a Betyársereg jelenléte egyfajta társadalmi szolidaritást is felmutat. Magyarul arról van szó, nagyon sokan vádolnak bennünket azzal, hogy mi tiltott rendvédelmi tevékenységet végzünk, vagy esetleg megfélemlítünk embereket. Ennek semmiféle alapja nincsen, ugye hát most már szakosodott egy olyan külföldi alapítványok által támogatott különböző jogvédő szervezetek által egy olyan invázió a Betyársereg ellen, hogy én például bárhol megjelenek az országba, alapvetően azonnal feljelentenek vagy közösségeizgatásért, vagy tiltott rendvédelmi tevékenységet. Minden egyes, azt lehet mondani, hetemet a rendőrségen kezdem, a rendőrség ugye korrektul eljár ezekbe az ügyekbe, soha nem állít meg semmiféle fajta bűncselekmény elkövetését. Egy valamit tudatosítani kell, hogy példával éljek. A Betyársereg az a csoport, aki adott esetben, hogyha valaki egy bizonyos formában bajba kerül, akkor mi a jelenlétünkkel jelezzük azt, hogy erre a problémára a rendvédelmi szerveknek oda kell figyelni. Oda vonulunk és kiállunk nemzettársunk mellett, és a kiállásunkkal a segítségünkre biztosítjuk. Így inspirálva a rendvédelmi szerveket arra, hogy fokozatosabban és kiemeltebben kezeljék ezt a szituációt, ezt a problémát. És többek között így úgymond hatunk azokra a bűncselekményt elkövető antiszociális elemekre, akik bizony nem egy esetben a bűncselekmény elkövetése után még az áldozatokat folyamatosan rettegésbe tartják. Hát, hogyha mi megjelenünk, utána erről valahogy általában leszoktak mondani erről a viselkedési formáról. Azért kellett létrehozni a Betyársereget, mert a 2000-es évekre teljesen felszámolódott a skinhead szubkultúra. A fehér magyar fiataloknak nem volt érdekvédelmi közössége. A fehér magyar fiatalok voltak azok egyedül ebben a társadalomban, akik soha nem hallhatták a hangjukat. Akiknek mindig toleránsnak kellett lennie, akiknek mindent el kellett viselnie, akik soha nem léphettek fel önmaguk védelmében, hát ennek vége, mert most már itt vagyunk, és kellőképpen ki is fogunk állni a fehér magyar fiatalok közösségéért. Itt van az élő képlete, ennek látod. Jobboldali értékrend és erő vagy küzdő sportmúlt. Ez a minimum követelmény a tagok felé. Milyen feltételei vannak annak, hogy valaki a Betyársereg tagja legyen?
Hát ugye egy jobboldali értékrend mellett szerveződik a betyársereg, tehát a patriotizmus, illetve a közösségi szellem az alapvető ismérve annak, hogy itt valaki tagja legyen. Az individumokat nem nagyon szeretjük, az individum általában közösség ellenes, és a globális társadalmak nagyon jól bebizonyították, hogy az individum úgymond elterjedése az teljesen közösségromboló. Alapvetően aktív sportmúltra kell itt gondolnunk, tehát vagy erő, illetve küzdősportokba való aktív jártasság, folyamatosan figyeljük az embernek úgymond a magánéletét, tehát van egyfajta erkölcsi értékrend, amihez szintén neki úgymond viszonyulnia kell, és emellett természetesen hazaszeretet, az ugye mindennek az alapja, és ugye a közösség is egyfajta nagy társadalom kicsintett másaként működik általában, tehát úgymond a hazaszeretet az ugye egy nagyon fontos sarkalatos pont ebbe a kérdésbe, hogy ide belépjen az illető. Kizárók, ha mondjuk valaki cigány vagy zsidó? Erre már válaszoltam, természetesen az, igen. Az, ha nő, mert hogy egyetlen nőt sem látunk. Nem, nincs. A nőknek szerintem más társadalmi feladatuk van. Ők más, úgymond dolgokat, illetve az életnek más fajta jelenségeiben kell, hogy megmutassák önmagukat, tehát a nőiességüket. Ez az, Gelvén, gyerünk! Mi ez? Gyerünk! Nem súly! Az Alkotmányvédelmi Hivatal mekkora figyelmet fordítani? Hát remélem, hogy már minimálisat, mert mi aztán az Alkotmányvédelmi Hivatalra, illetve az ország alkotmányos, vagy hogy fogalmazom meg maga, az ország biztonságra semmilyen fajta veszélyt nem jelentünk, és szerintem ebben ott az Alkotmányvédelmi Hivatalban tisztában is vannak. Gyerünk! Nekem meggyőződésem az, hogy egy bizonyos formában az ilyen önfenntartó és hát önképző közösségekre az elkövetkezendő időszakban látva Európa szerte a kialakuló faji konfliktusokat nagyon nagy szükség lesz. Ez szintén tehát nem a mi dolgunk, hogy ezt meg tudjuk oldani, de alapvetően a társadalom munkáját hitelesen tudjuk segíteni ezzel. Aki edzett, az harcolni is tud. Aki edzett, az bármilyen célért, bármilyen eszméért, ami nyilvánvalóan, hogy a világosság értékrendjével van kapcsolatban, ki tud állni. Reális veszélynek látja ezt? Önök harcra készülnek? Önvédelemre készülünk. Alapvetően védelemre, nyilvánvalóan elsősorban azokért, akik a közösségünkbe tartoznak, illetve akik a közösséget segítik és támogatják, és akik valamilyen formában egyetértenek a betyársereg jelenlétével, létezésével. Én nekem nem dolgom az, hogy meggyőzzek embereket arról, hogy ránk miért van szükség. Majd meggyőzik a történelem. De az megfogja, az biztos. A betyársereg ellen rengeteg hatósági eljárás indult az elmúlt 8 évben, de egyetlen esetben sem marasztalták el őket.